veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, miden Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból. Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő így válaszolt neki: ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és hogy elosszam az örökségeteket? Majd a tömeghez fordult: vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Példabeszédet is mondott nekik. Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Így okoskodott magába: mit tegyek? Nincs hova begyűjtenem a termésemet. Tudom már, mit teszek. Lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat, aztán majd elégedetten mondom magamnak: ember, van elég vagyonod, eltart sok évig, pihen, egyél, igyál, élvezd az életet. Ám az Isten így szólt hozzá: esztelen, még az éjjel számon kérik tőled a lelkedet. Kié lesz mindez, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék. Ez az evangélium Jézus. Krisztusban szeretett testvéreim, a mai evangéliumban látjuk, hogy az Úr Jézus nagy tömeg kíséri, ő pedig tanít. És egyszer csak valaki beszól: mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Jézus ezt visszautasítja ezzel a megjegyzéssel: ember. Háromszor fordul elő ebben a részben, hogy ember, és mindig van félelmetes. Tehát, hogy ember, úgy mindenkinek szól. Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam az örökséget? Majd a gazdag ezt mondja, hogy ember, egyél, igyál, élvezz az életet. Majd harmadszor Isten azt mondja, hogy ember, az éjjel számon kérik a lelkedet. Az embernek szól Krisztus, nem csak a katolikusoknak. De nem figyelünk oda. Ez a beszóló kéri, hogy az ő tekintélyét vesse latba, mert ő egy híres ember, és utasítsa a testvérét, hogy ossza el vele az örökséget. Majd a tömeghez fordult Jézus, tehát nem adott neki választ. Vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Tehát neki nem válaszol, a tömegnek mond valamit, akik már hisznek benne és követik. Akik nem csak úgy beszólnak a saját problémáikra, hogy hirtelen Jézus tekintével megoldást várván, hanem akik figyelnek. De azért ez is hallhatta, hogy mit mondott a tömegnek. Jézus sokan követték, mert tanított. És ez a sok ember Jézus prédikációjára figyelt. Ennek a valakinek, aki viszont megszólalt, eszé ágába se volt Jézust hallgatni. Ennek az öröksége járt az esze. És elég udvariatlanul, másokat semmibe véve, úgy beleszól a prédikációba, hogy légy szíves, szólj a testvéremnek, ossza el az örökséget. Tehát nem Jézus üzenete érdekelte, hanem tekintélyt felhasználva anyagi ügyeit akarta rendezni, elrendeztetni. Na most azért az Úr Jézus nem közömbös a mi földi problémáinkkal szemben sem, de nem azért jött, hogy ő falusi bíró legyen, hanem hogy az ember belső nyomorúságán segítsen. És itt meglátja ennek az embernek a belső nyomorúságát, hogy ennek mindene a vagyon. Tehát ott áll előtte a csodatevő Jézus, és nem az számít, hogy mit mond, hanem az esze az örökségen jár. Hát ez a nyomorúság.
és ezen akarván segíteni, az őt követőkhöz szól, de ő is tanulhatna belőle, te ide figyelj, kifelé vagy fordulva. A világi dolgok minden, persze, hogy azzal törődni kell. Azt se tudod, hogy van belső világod. Tehát itt van a nagy baj. A mai ember, mondja John Henry Newman már 150 évvel ezelőtt, azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke. Ez őrület. És Jézus a kívülről befelé fordítja. Szóval azért ez ám az első lépés. Ha ezt valaki nem teszi meg, akkor az evangélium, az egyház, minden prédikáció, a szentek élet, ez egy mesekönyv számára. Kifelé fordul, mint egy állat. Csak a szimatok érzik, a vonzások, az evés, az ivás, szaporodás, az állati módon. Nem ért, nincs belső világa. Valami van, de nincs személye. És ha ez nincs meg, hát akkor röhögnek a prédikáció. Hát mi ez? Hát minket az anyag érdekel. Tehát az első mozzanat kívülről befordulni, de itt is nagy baj van. Mert a pszichológusok egy része, nem azok, akik hívők, meg akik normálisan gyakorolják a nagyszerű gyógyító tudományukat, most kidolgozták, hogy az első belső világ az a psziché. Tehát, hogy érzem magamat, megsértettek, most jól érzem magamat, aztán félek, aztán örülök, aztán komplexusaim vannak, stb. Bocsánat, ez olyan, mint a test. Valami szellemi már, de emögött van az én. Hát ahogyan azt mondom, hogy az én kezem. Azt mondom, hogy az én érzelmeim. És ott lehet baj, és gyógyítsák a szakemberek. De ma tulajdonképpen egy szemfényvesztés történik, hogy ez a belső világ nem igaz. E mögött vagyok én, a személyem. Mikor azt mondod, hogy mi lesz én velem. Nem a pszichémmel, meg a testemmel. Én velem. Elfelejti ezt a belső világot, és Jézus ezért szól neki, hogy vigyázz, a te éned önző, kapzsi vagy. Nem várod meg, amíg az örökséget rendesen tárgyalják, hogy most gyorsan oszd el az örökséget. Igen, ezek a bekiabálók mindig valamit elvárnak a Krisztustól és az egyháztól. Minden korok bekiabálói, akik az egyházban, vagyis azon sokak társaságában, mint ti is vagytok, meg én is, akik hallgatjuk Jézust, úgy bekiabálnak, és bizonyos elvárásokkal vannak. Ne dogmatizáljatok, ne hirdetj Jézus föltámadását, meg istenségét, mindenem. Foglalkozzatok az emberi problémával, az ökológiával például. Hát bocsánat, foglalkozzanak a szakemberek. Egy püspök ne azzal foglalkozzon. Meg a te gondod se az legyen végül. Az nagy probléma. De az Úr Jézus ennek azért azt is üzeni, hogy én nem vagyok falusi bíró, és nem vagyok ökológus, oldjátok meg. Van eszetek, tessék elgondolkodni. De itt nagyobb a baj. És ha egy keresztény ember, nem a papság, a papságnak nem az a dolga, hogy tüntessen, hogy mindenféle mozgalomban bent legyen, nem igaz, hanem hogy a híveknek a hitét erősítse. Ezt elmondtam talán tegnapi beszédemben is, hogy valahol egyszer részt vettem egy temetésen, nem mint temető pap, és megkérdeztem a kis városban a temető paptól, hogy hát sok temetés van, azt mondja nem. Hát havonta, ha egy. Hát mondom, itt nem halnak meg az emberek ebben a város. Nem, azt mondja, társadalmi temetések vannak. És akkor azt mondta, hogy én ismerek egy másik várost, ott pedig mindenki, majdnem mindenki egyházi temetést rendel. Miért? Mert a temetkezési vállalat főigazgatója vagy igazgatónője mélységesen hívő keresztény. És nem mondja nekik, hogy ne társadalmi legyen, azt mondja, van ám egyház is. Ott imádkoznak érte, ott vele törődnek. Ott nem az, hogy szépeket mondjunk. Jaj, akkor az legyen.
látod, ez a te feladatod, testvérem. Ez nem a pap feladata. De ez mindenütt, ahol dolgozol, a kórházba, a gyerekeknél, mindenütt belevinni valami töbletet, fölkínálni valami értéket. Igen, minden korok bekiabálói valamit kérnek az egyháztól. És Jézus ezeknek a bekiabálóknak igazában nem válaszol, hanem kérdez. Kitett engem bíróvá? Mert nagyon sok elvárás van. Nagyon sok. Egyesek a Jézustól azt várják, hogy legyen társadalmi, hogy mondjam én, forradalmár. Vagy hozzon egy világ békességet. Hát bocsánat, azt kérni kell, imádkozni, de be kell lépni a lelkünkben, hogy a most mellettünk dúló háborúba bűnös vagyok. Mert bennem is van háború mások ellen. És ez összeadódik, és mint egy gennyes daganat kifakad. Plusz, amit gazdaságnak neveznek, az nem gazdaság, hanem az emberiség kirablása. Abszolút rablás, mert az emberiség gazdag, hatalmas öröksége van. Istentől kapta az örökséget persze, de nem becsüli meg. És ez a befelé, a belépés hiányzik. Kedves testvérek, aztán még egy példabeszédet is mond Jézus. Hadd hallja ez az illető is. Azt mondja, hogy hát ez a gazda embernek nagy termése lett, és hát az nem baj, hogy most azzal törődik, hogy mit tegyek, hát nagyobb csűröket építem, de csak ezzel törődik. Például azzal nem, hogy adok valamit a szegényeknek. Csak a profit. Na most ezzel a csakkal van baj. Jézus nem azt mondja, hogy ne törődjetek a földi dolgokkal, de keressétek elsősorban az Isten országát, az Istennel való kapcsolatot, a többit majd megkapjátok. Igen, és milyen csodálatos ez, hogy ez a hirtelen hatalmas terméshez jutott gazdag ember az eszét állandóan ezer járatja, még éjjel is, és ott közbeszól valaki, és a félelmetes hűen középkori haláltáncra emlékeztet, hogy ember, mit akarsz te csüröket építeni, még ma éjjel meghalsz, ki fognak teríteni véget. Kedves testvérek, ahogy Ádám és az őseink, az első ember elszakadt Istentől, a halál az egy kegyelem. Az a fal, aminek nekivágódunk, és most vagy hiszünk az Istenbe, és rábízunk, vagy nem. Ott nincs mellébeszélés. Az a félelmetes, akinek már annyira nincs belső világ, hogy akkor még azt sem mondja, hogy ja Istenem, hanem még ott is a vagyonán jár az esze. Kedves testvérek, ez az első lépcsőfok. A külső, az anyagi dolgokról be kell lépni a belső világunkba. A materializmusból átlépni az ember belső szabadságának a világába, ahol bizony egy harcot folytatunk rossz vágyaink ellen, például a kapzsiság ellen. A második lépcsőfok nagyon érdekes. Most idehozok egy két fejezettel arrébb Lukács evangelista egy igen hasonló esetről ír. Nagyon érdekes. Ez a kettőt pedig úgy egymással lehet tenni. Azt írja, a városokban és a falvakban, melyeken áthaladt Jézus, mindenütt tanított. Így tette meg az utat egész Jeruzsálemig. Tehát ugyanaz a helyzet, mint a mostani evangéliumban. Egy nagy tömeg követi, és azoknak prédikál. Valaki megkérdezte tőle. Ez a valaki nem belekiabáló, hanem vonulás közben, amikor Jézushoz közel jutott, tette föl neki a következő kérdést. Uram, ugye kevesen üdvözülnek? Ez már nem csak átlépte az anyagelvűséget, ez már nem csak belépett egy morális világba, egy belső világba, hanem neki az a problémája, hogy egyáltalán hányan üdvözülnek. Persze, ez már teológiai kérdés, ez az üdvösség kérdése, és egy morális kérdés önmagában nem állja meg a helyét. Mert a 10 parancsolat önmagában nem áll meg, hanem úgy kezdődik, hogy Izrael, én vagyok a te Urad Istened. Az Ószövetség tudta, hogy az Isten, a Theos, teológiai kérdés,
Teremtő Isten és egy örök életet ígért az embernek, és megadta a parancsokat, hogy ezen járt. Igen, ezen jártak, de például, mint egy Szent Pál, a Saul is érezte, hogy, mint amit mi is érzünk, hogy azért állandóan vétkezünk. Ha nagyon kicsit is, de állandóan. Nem tudjuk akkor betartani. Ezt mondja Szent Pál, hogy nagy áldás a tíz parancsolat, de mint egy átok is. És az Ószövetségben állatáldozatokat adtak, hogy Isten bocsásson meg, de minden évben meg kellett úrjázni, mert sose sikerült. Sohasem mondta Isten azt, hogy minden bűnötök eleve meg van bocsátva, csak éljetek úgy, hogy hozzám kerüljetek. Ezt Jézus mondja el. És ezt érzik. Érzik azt, hogy a Tóra, a tíz parancsolat Jézus körében működik. És először, és nem azt kérdezi, itt van a baj, hogy mit tegyek Jézus, hogy üdvözüljek, akkor megmondta volna, kövess engem. Mit tegyek azért, hogy amit ígértek a proféták által, amit ígért Isten, hogy örök életem legyen, és azt a boldog életet el, mit tegyek, kövess engem. Hát ez az. A tíz parancsolat érvényben van, de a szenteknek már nem. És Szent Pál, amikor megtért, akkor nem azon kellett neki killódni, hogy ne hazudjak, ne rágalmazzak, ne parázálkodjak, nem is tudott volna. Mert élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Valahát, hogy ez a lázadás a tíz parancsolat ellen, ez bizonyos szempontból jogos, mert úgy éri a fiatalság, hogy korlátozva vagyok. De nem a korlátokat kell kitörni, hanem fölfelé emelkedni. A szeretetbe, ott az Úr Jézussal való egységben már nem kell figyelni erre, hanem rá kell figyelni. Ha ezt kérdezte volna, hogy mit tegyek, akkor azt mondta, hogy jöjj és kövess engem. De őt egyfajta kíváncsiság hajtotta. Hányan üdvözülnek? Bizonyosan ő azt gondolta, hogy ő igen. De hát mi lesz a többivel? Egy kicsit a farizeusra hasonlít. Aki elment a templomba, Márkus is mondta, hogy én minden törvénybe tartok. Én megadom azt, amit előír a törvény. Köményből, mentából, stb. Beadom, meg a papságnak tizedet adok, minden. De itt van ez a vámos, ez a bűnös. Én nem vagyok olyan, mint ő. Ilyen lelkület is lehet benne. Már teológiai kérdéssel foglalkozik, már az üdvössége a kérdés, de megint van benne egy féreg ebbe a kérdésbe. Az, hogy hát kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, mert úgy gondolja, hogy kevesen. Isten minden embert üdvözíteni akar. Csak nekünk azt adta, hogy már a Földön is boldogok legyünk, hogy ezt tudjuk. Valami hallatlan dolog. Erre mit lehet válaszolni? Hát kész benne a válasz. Kevesen vannak-e, mert ő úgy gondolja. És akkor, amit most mond, ez bizony egy rossz fordítás a magyarban. Ezt válaszolta neki. Hát testvérek, ez hihetetlen. Görögül az úgy van, hogy ezt mondta nekik. Tehát megint nem válaszolt erre. Tehát az, hogy mi van oda át, erre Jézus nem válaszol. Úgy se értenétek meg. Végtelen boldogság. Ne azt kutass, hogy mi van oda át, hanem hogy juthatsz oda. Itt megint, és azt mondja, nem válaszolt neki, tehát a Szentírás fordítás rossz, hanem hátat fordított, ugyanúgy, mint ennek, aki bekiabált, tehát teológiai kérdésekre se ad válasz Jézus, mert ez nem teológiai kérdés, ez azt jelenti, hogy ja, hát ha mindenki üdvözül, mint ahogy most egyesek elkap, hát akkor minek járjak templomba, miért tartsam be parancsokat, úgyis besodródok a mennyországba, az Istennel való kapcsolatba. Ha még kevesen, hát akkor most mit csinálja? Tehát nem igazán kérdés, hogy mi van oda át, ez le van zárva Izraelbe. A pogányok mindig eszelkednek, hogy a Káron hogyan viszi a csónakon át a lelkünket, miket kell betenni a szájába, hogy pénze legyen a csónakot kifizetni, és minden baromság. Mint ma is az állami temetések egy részén, hogy majd a szuper futbalista ott már a mennyei mezőkön futballozik, meg lovagol a lovag, őrület, ezt a primitívséget.
Ez ebbe bele lehet pusztulni. Hát ilyen mennyország nekem nem kell, amely folytatja ezt, ami itt van egyszerűen, hanem szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak ígért, akik őt szeretik. Nem az a kérdés, hogy hányan, hanem hogy én hogyan jutok oda. És Jézus nem válaszol, de hallja az illető. Megint odafordul az őt hallgatókhoz, tehát aki a prédikációt hallgatja, egyre többet kap. Akinek van, annak még adatik, akinek nincs, azt is elveszíti, amilyen van. Most ez hazamegy, és ha nem figyelt arra, amit Jézus mond, hogy nem az a kérdés, hogy mi van oda át gyönyörűség van, hanem hogy hogyan jutsz oda. És most egy olyan szót mond, amit nem lehet lefordítani. Agonizeste. Agonizáljatok. Halál tusát víva, tegyetek meg mindent. Most, hogy belépjetek az Istennel való kapcsolatba, például a szeretődet bocsásd el. Ha a vagyonod bűnbe visz, oszd szét. Ha kezed rosszra visz, mondja Jézus, szimbolikusan vágd le. Mert születésről van szó, beleszületni egy új világba. Nem pedig az, hogy ez az agó, nem úgy törekedjetek, hát törekedek felszállni a vonatra. És ezt teszik a szentek. Mert szűk kapunk kell átmenni az életre. Igen. És oda akarok én bejutni. Kedvesek, ez olyan, mint a születés. Szűk kapun megy át az a kicsi magzat, és sír. De meg akar születni, vagy nem is akar megszületni, vele történik. Az egész keresztény élet olyan, hogy születünk. Engedjük, hogy megszülessünk. És ezért Isten megengedi, hogy csapások érjenek bennünket. Szűk kapu. És akkor is bízok az Istenbe. És átmegyek rajta. És egy tágas világba születek bele. És most a teológiai kérdés után, amely néha ez nagyon rossz lehet, nagyon gyönge lehet, átmegy krisztológiai kérdésbe. Vagyis Jézus magáról kezd beszélni. Azt mondja, agonizálva, haláltusát víva, ide menjetek be. Mert sokan lesznek majd, akik bemenni akarnak az utolsó napon, de nem fognak tudni. Most kell, nem a halálba megyünk át az életbe, hanem most a predikáció alatt, amikor csak egyetlen embernek is közülünk, olyan érintés lenne, hogy szent akarok lenni, ártatlanul élni. Ez a most akkor nem lehet. Egyébként azért mondjuk, hogy imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján, mert a halálunk órája az nem fontos, az akkor egy most lesz. Az utolsó most, a születésre. Azt mondja, mert a házura feláll és bezárja az ajtót, ti meg kint maradtok, és zörgetni kezdtek az ajtón. Uram, Uram, nyisd nekünk ajtót. Egyébként Jézus mondja, hogy én vagyok az ajtó. Azt fogja mondani, nem tudom, honnét valók vagytok. Ti bizonygatjátok, a szemetek láttára ettünk és ittünk, a mi utcánkban tanítottál. Jézus a kortársainak mondja, majd azt mondjátok, hogy amikor kisgyerek voltál, akkor veled játszottunk, Jézus. Hát én meg a rokonod voltam. Na és? Mi ez? Ez semmi. Nem ismersz engem, és így nem ismerhetlek téged. De ő megismétli, nem tudom, honnét valók vagytok. Távozzatok, egyszállíti gonosztevők. Lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, és a prófétákat mind Isten országában látjátok, magatokat pedig kirekesztve. Na most ez a megdöbbentő, hogy itt az Úr Jézus egy Istennel üdvösséggel való kérdést átvisz a saját életének a kérdésévé, hogy ő azt mondja, én vagyok az ajtó. Aztán, mikor azt mondja, hogy itt vannak rokonaid, ki az én rokonom, ki az én ismerősem, aki megteszi atyám akaratát. Aztán az egész beszéd átmegy abba, hogy Jézus magáról beszél. Tehát ez az a pont, ahol valaki keresztény lesz. Ez valami csodálatos.
Most már ez a fiatalember, aki Siogárdó hallott engem prédikálni, és mondtam, hogy egy angolos fordítsa már egy zsidó rabbinak a könyvét, Jakob Neusnerét. A rabbi, aki beszél Jézusra, már az utolsó fejezetet fordítja. Förgeteges. Förgeteges. Nagyon szereti a keresztényeket, ez a zsidó rabbi. De nem lépte át azt, amit itt most Jézus mond, hogy lépjetek át. Jézust a legnagyobb tóra magyarázónak tartja, mindenek felett. Senki úgy nem ismerte az Isten törvényeit. Csak azt veszi észre, mert a könyv úgy szól, hogy beáll a 2000 évvel ezelőtti zsidó hallgatóságba. És zsidó füllel hallgatja azt, amit mi keresztény füllel, és ezért néha nem értjük meg, hogy mekkora változás. Amikor például azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, tavar erről beszéltem, és nyugalmat talál nálam a lelketek. És a görögben egy szakkifejezés van, sábbátot, ez a héber. A szombati nyugalmat, amelyre Isten meghívta az ember teremtésekor, de az ember ebből kilépett. Tehát én foglak bevezetni titeket az Istenbe való kapcsolatba. Vagy például, amikor a hegyi beszédet elmondja, magyar fordítás az, hogy ámulva hallgatták, nem igaz, megijedtek a zsidók. Mert azt mondta, hogy Mózes mondta, én pedig mondom nektek. És a beszéd után, ahogy elképzeli Jakob Neusner, elmennek a szomszéd zsinagógába, és megkérdezi az ottani, hát rabbi, hogy na mit tanított a názáreti? Hát a Tórát. Nagyon szépen. És ki elvett valamit az ősi Tórából, a 10 parancsolatból, a prófét, semmit nem vett el. És hozzátett valamit? Nem tett hozzá semmit. Legfeljebb önmagát. És amikor föltámadott, ezért volt a zsidóság egy része, aki felismerte, hogy bocsánat, nem sokára le is rombolják a jeruzsálemi templomot, de ő a templom. Hát Isten nem a falakban lakik, hanem benne lakott az Isten. Ő az a messiás király, aki uralkodni fog mindörökké, nem a földön, mert itt minden uralkodó meghal, hanem a halál fölött uralkodik. És ő az emberfia, aki az ég felhőjén jött és hozta a tanítást. És ő az Emmanuel, az lesz a neve, hogy velünk az Isten, és felismerik a názáretibe, hogy szó szerint az ő énje, a fiú Isten. Jézus az egész Ószövetséget magába fölemeli egy új szintre, és a szent keresztség és a hit ide emel be minket. Összefoglalva, testvérek, kívülről be kell lépni. Egyébként az egész krisztusi tanítás nem érthető. De nem akárhova belépni, nem egy meditációs módszerrel a nagy semmibe, nem a pszichikai rétegben, nem oda, hogy én. És honnét van az az én? Ismétlem, nem az apámból és anyámból. A fogantatás pillanatában az Isten teremti. Oda kell belépni. Kívülről be. A gyakorlati problémákból az erkölcsibe, ami bennünk van, érzések, stb. De ez nem elég. Bentről felfelé kell lépni, a magasságokba, hogy egyáltalán Isten mit akar velem. Üdvözülni szeretnék. De nem az a kérdés, hogy hányan vannak, hanem hogy kerülök oda. És ekkor leérek megint a földre, és a názáretivel találkozok, aki Isten és ember. És azt mondja, hogy én vagyok. Majd délután a havi egyen Pécsen ezt folytatom, hogy mindig bosszantott az, amikor egy katolikus újságíró nagy társaságba kérdezett engem valamiről. Mondjuk húsvétről, és én beszéltem az Jézus föltámadásáról, és alig vártam már, hogy befejezzem, és mondja, hogy jaj, de atya, most már szálljunk le a földre. Mondom, nem vette észre, hogy a földön vagyunk. Hát a názáreti Jézus, ez egy borzasztó tudatosodás, hogy benne az a távoli, az az örökkévaló, az az isteni, és a földi, a munka, a szenvedés, a halál együtt van, sőt olyan mélyre szállt le, ahol a bűneink vannak, azt is magára vette.
hogy Isten az Istentől, világosság a világosságtól, de született Szűz Máriától is emberré lett. Jézus, ami üdvösség. Amen. Hiszek az egy Isten.